Leégett az étterem Tiszafüreden, szépül főterünk, újabb sikerek a szakmai versenyen, rekordbevétel várható a szállodákban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 27-én 18 óra 5 perckor. Kigyulladt egy fatároló Tiszafüreden a kikötő körúton. A lángok innen két épületre terjedtek át, az egyik étteremként és lakásként, a másik pedig apartmanházként funkcionált. Kigyulladt egy fatároló épület Tiszafüreden a kikötő körúton. A lángok átterjedtek a közelben lévő apartmanház, valamint étterem, zsinde és palafedés ültető szerkezetére. Az esethez a tiszafüredi, valamint a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik több oldalról összesen 5 vízsugárral fékezték meg a lángokat. Munkájukat 2 szabadnapos tűzoltó is segítette a helyszínen. Az egységek az utómunkálatok során a tetőszerkezetet visszabontották az ép részekig. Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével a főtéren beszélgettünk a tavaszi munkákról. Ahhoz, hogy ilyen szép legyen a főtér, egy évtizedes munkának az eredménye, mondta a szakember, de ahhoz, hogy minden évben ilyen szép legyen, már ősszel el kell kezdeni talaj előkészítési, felkészítési és növényvédelmi munkákat, amit tél végén folytatni kell. Ahhoz, hogy ilyen szép legyen a főtér, mert ezt úgy érzem szerénytelenül mondhatom, hogy valóban Karcag Tiszántúl egyik legszebb főterével rendelkezik, ez egy évtizedes munkának az eredménye lett, hogy ezt elmondhatjuk. De ahhoz, hogy minden évben ilyen szép legyen, ezt már ősszel el kell kezdeni, ugyanis a talajelőkészítési munkákat, a felkészítési munkákat, részben a növényvédelmi munkákat is már ősszel, tél elején el kell kezdeni, és ezt tél végén folytatni kell, természetesen nem kihagyva ebből a sorból a tavasz sem. Most az ültetési munkáknak már a végére értünk. Ilyenkor már sem fásszárú, sem lágyszárú növényt, szabad gyökerűt nem tudunk ültetni, csak konténeres formában, viszont ezek a konténeres növények ezek nagyon drágák, csak abban az esetben pótolunk ebben a formában, ha kiszáradt, vagy valami előre nem látható probléma miatt eltűnik, vagy éppenséggel kitörik azt a fásszárú növényt, vagy kihúzzák azt a lágyszárú növényt, mert sajnos tapasztaljuk, egyre több kamerát sikerült azért kihelyezni, hogy azokat a embereket, akik úgy érzik, hogy az otthoni kertben is szépen díszlenek azok a virágok, amelyeket kiültetünk, ne vigyék el. Nagyon drágák, nagyon sokba kerülnek ezek a növények, ezek van, amelyiknek darabja látszáró növényként is több ezer forint, és általában ezeket, hogyha elültetjük, jól beöntözzük, és utána kerül ez mondjuk kihúzásra, nagyon kicsi az esély, hogy az otthoni kertben már meg fog maradni. Azért kérném a televízió nézőket is, hogy akik esetleg ilyet látnak, az jelentség, vagy ha uram bocsán esetleg szóljanak rá a polgártársainkra, hogy ne csináljanak ilyet. A főtéren, a cserjéknél, bokroknál, fáknál van egy természetes öregedés, amelyeket pótolni kell. Van egy természetes öregedés is a cserjéknél, bokroknál, esetleg fáknál, amelyeket ugye pótolni kell. Nem minden esetben ugyanazt a fát tesszük vissza, próbálunk olyan új fajtákat, amelyek esetleg jobban bírják ezt a környezetet. Nagyon sokszor ezek be is szoktak jönni, tehát azok a növények, amelyeket kiválasztunk, azok a fák jól bírják ezt a környéket, ugyanis elég komoly kutatómunka előzi azt meg, hogy ezt a klímát, mely fásszárú, vagy esetlegesen lágyszárú növények tűrik, bírják a klimatikus tényezőket. Van olyan, amikor mellé nyúlunk, amikor nem marad meg, lehet, hogy éppen nem is a klimatikus, hanem a talajtani tényezők miatt, de próbálgatni kell természetesen, de minél jobban előkészítjük, tehát a döntés minél jobban elő van készítve, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy ki fog pusztulni az a fa, az a növény. Mondjuk a egynyári látszáró növényekkel nem szokott ilyen probléma lenni, általában azok szépen megmaradnak, azért is, mert ugye rövid a tenyész időszaka, valamint a földcserével tudunk egy olyan talajtani környezetet biztosítani, amely megfelelő a növény számára. Az öntözés az alapvető,
hiszen az éves csapadékmennyiség 600 mm körüli, a zöld pázsitot nem lehet megtartani öntözés nélkül. Ehhez be is drénezték ezeket a területeket. Az öntözés az alapvető egy olyan területen, ahol az éves csapadékmennyiség 600 mm körül mozog. Gyakorlatilag a zöld pázsitot sem lehet megtartani öntözés nélkül. Be is telepítettük ezeket a területeket. Természetesen van még munka előttünk, tehát vannak olyan területek, eklatás példaként tudom a múzeumparkot említeni, ahol nincs öntözőrendszer, szeretnénk itt is kialakítani majd, ahhoz, hogy tényleg júniusban, júliusban, augusztusban is szépen zöldeljen a pázsit. A következőkben megpróbáljuk ezt is megoldani. A nyári melegben a párakaput idén is beüzemelik a sétáló utcánál, de nem csak az embereknek van szüksége a párás környezetre, hanem a növényeknek is. Így sokszor nem is öntöznek, hanem a levegő páratartalmát próbálják úgy megemelni a növényeknél, hogy megmaradjanak. Igen, működni fog, de én nagyon bízom benne, hogy ennél 30 foknál ez a hőhullám meg is fog állni, tehát nem lesz az elmúlt években tapasztalható 40 fokos meleg, de ez természetesen csak kívánság, amely nem szokott mindig valóra válni, de azért bízunk benne, hogy 30-32 foknál nem lesz melegebb, de ahogy mondtam, az elmúlt évek nem ezt mutatták, természetesen a párakapu, és nem csak az embereknek van szüksége a párás környezetre, hanem a növényeknek is, sokszor nem is öntözünk, hanem a környezetét, a levegő páratartalmát próbáljuk úgy megemelni a növényeknél, hogy megmaradjanak. Tavaly példát is tudok erre hozni, nagyon sok fenyőt úgy tudtunk megmenteni a kiszáradástól, hogy párás környezetet biztosítottunk, nem öntözve, mert akár túl is lehet öntözni a frissen ültetett fenyőket, mert örökzöldet általában tavasszal érdemes, vagy nem is általában tavasszal szabad ültetni. Míg lombhullatót az főként ősszel, de akár tavasszal is lehet, de az örökzöldeknél maradjunk a tavaszi telepítésnél, és volt, amikor azt tapasztaltuk, voltak évek, amikor nem értettük, hogy miért pusztulnak ki, a túlöntözés sem szeretik, sokkal jobban kedvelik azt, hogy ha kapnak egy megfelelő mennyiségű gyökérzónába kijuttatott öntözővizet, és a párásítása sokkal, de sokkal fontosabb. Azok a növények, ahol párásítunk, nem száradnak ki, míg ahol nem tudunk párásítani, gyakran előfordul a 40 fokos hőhullámba. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 40 fokba kell öntözni, párásítani, hanem főként a reggeli és az esti órákban. Magyarázta a szakember, akitől megtudtuk, hogy a nagy melegnek van egy előnye is. Ha az aszfaltozási munkákat melegben végzik, a meleg aszfalt, amit elhoznak, azzal még a nap végén is nagyon jól tudnak dolgozni a szakemberek, még télen, ha hideg van, akkor kevesebb aszfaltot tudnak egy nap bedolgozni. Nyáron a 35-40 fokos melegben 9 tonnás autóval leszállított aszfalt mennyiséget is be tudnak dolgozni, úgyhogy ez a munka is kezdődik. A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában Simon Gyula szakoktatóval beszélgettünk, hiszen két diákja ismét újabb sikereket ért el egy szakmai versenyen. A 12. évfolyamban ágazati szakmai vizsgán vettek részt diákjai, illetve a végzős technikusi évfolyamon egy diákja bejutott az országos döntőbe. 12. évfolyamon az ágazati szakmai vizsgán vettek részt diákjaink, illetve a végzős technikus évfolyamon egy diákom jutott be az országos döntőbe, Csornán rendezték meg. Szép eredmények születtek, mégpedig az ÁSZÉV versenyen Farkas Máté második helyezést ért el, míg Nagy Pál 21-ből a 9. helyezést ért el. A tanár úr együtt izgul diákjaival, hiszen nem mindegy, milyen eredményt érnek el. Mind a két fél izgul, hiszen nem mindegy, hogy milyen eredményt érnek el, ők is bizonyítani szeretnének, illetve mi is szeretnénk bizonyítani, hogy mennyit tudtunk átadni szakmailag. Az idei évben végig jelenléti oktatás volt, de az előző két év online oktatása rányomta a bélyegét az országos versenyekre. A gépészet egyébként is olyan szakma, ahol a gyakorlat nagyon fontos. A diákok a gépész szakmai közösség tagjaik készítették fel a megmérettetésekre. Olyan lehetőségünk van, hogy a szakmai versenyeken már a gyakorlat része a korszerű gépekkel történik a beállítás, üzemeltetés. Így meg kellene oldanunk azt, hogy a gépjárműparkot korszerűsíteni kellene, illetve külső partnereknél gyakorlati oktatást szervezni. Nagy Pál az országos tanulmányi verseny döntőjében 9. lett. Az országos tanulmányi versenyen voltam a döntőben, és 21-en mérkőztünk meg egymással, és hát végeredményben 9. helyezést értem el.
országos szinten. Nagyon sok tapasztalatot szereztem, és nagyon hálás vagyok a felkészítő tanároknak is, és ugye ez a rengeteg munka, amit belefektettünk, ennek lett is eredménye. Mint elmondta, nagyon nehéz volt felkészülni a korábbi online oktatás miatt. Elég nehéz volt felkészülni, nagyon tartalmas volt a felkészülés is, nagyon sokat készültünk a döntőre, mint a felkészítő tanárokkal, mint egyénileg próbáltuk a legtöbbet kihozni belőle, és igyekeztünk a legjobban teljesíteni. Számára nem voltak nehezek a feladatok, inkább izgalmas volt a verseny. Személy szerint nehéz feladat nem volt, úgy összességében volt nagyobb kihívás, úgymond, de nagyon tartalmas volt, nagyon izgalmas volt, és sok új dologgal is ismertem meg, nagyon sokat tanultam, nagyon sok tapasztalatot szereztem. Sokat fejlődtem, új technikával is ismerkedtem meg, és nagyon jó érzés volt ezt az új technikát használni, alkalmazni. Egy teljesen új géppel találkoztam, kitapasztalni a dolgokat, megismerni a részeit, stb. Tehát ezek olyan dolgokat adtak hozzám pluszt, amiket ugye a jövőben is el tudok, és alkalmazni tudok. Farkas Máté szakmai ágazati versenyen vett részt, érettségi vizsgatárgyakból versenyzett. Szakmán belüli specializációs verseny volt, érettségi vizsgatárgyakból versenyeztünk. Én itt értem el egy második helyezést országos szinten. Ez a verseny igazából két fordulóból állt. Volt egy elődöntő, amelyet interaktívan itt helyben az iskolában végeztünk el egy számítógépen, és innen a legjobb 15 tanuló jutott tovább. Ők elmentek, Szolnokon rendezték meg az írásbelit és a szóbelit is. Ez két különböző napon történt, és ennek az összesített pont eredménye szerint osztották ki a díjakat, a helyzeteket. Máté valamilyen szinten számított a sikerre, hiszen sokat tanult, büszke országos második helyére. Valamilyen szinten igen, számítottam, hogy jól sikerült, ilyen jó helyezésre nem számítottam azért, de büszke vagyok, hogy elértem egy ilyen helyezést egy országos versenyen. A legkedvesebb része a szakmájának a szerelés, az új dolgok megismerése, de tudja, ehhez fontos az elmélet is. Olyan dolgok szerelése, amit még sose csináltam, láttam, tehát az ismeretlen dolgok megszerelése az nagyon bonyolult, főleg egy öregebb vagy egy újabb gépen is. A régebbi gépeknél ugye nehézség lehet az is, hogy már össze van rohadva igazából az egész gép, nehéz a szerelése. Az új gépnél meg a modern technika megismerése, szerelése nehezebb. Szereti a kihívásokat, amikor ismeretlen, idős vagy modern gépet kell szerelnie. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2022-ben rekordbevételre lehet számítani a magyar szállodákban, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség televíziónkkal. Az automatikus adatszolgáltatás szerint márciusban 992 aktív szálloda volt az ENTAK rendszerben. A televíziónkhoz eljutatott közlemény megjegyzi, a magyar szállodák száma növekedett. 2019 márciusában a Központi Statisztikai Hivatal még 945 szállodát tartott nyilván. Az előfoglalási adatok és a tendenciák alapján a turisztikai ágazat idén megközelíti a 2019-es év teljesítményét, a szálláshelyek teltházzal üzemeltek, a húsvéti hosszú hétvégén és pünköskor is így fognak. Az idén rekord árbevétel, minden eddigit meghaladó vendégszám várható a hazai szállodákban. Az összesített turisztikai forgalom az év végéig meghaladja 37 millió vendégészakát, ami 25%-kal több, mint 2021-ben, és mintegy 10%-kal marad el a 2019-es rekordév eredményeiről, írja az MTÜ. A közlemény emlékeztet, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 2019-ben kezdte meg működését, az azóta eltelt 3 évben a rendszer bebizonyította, hogy Európában egyedülálló módon a Magyar Turisztikai Ügynökségnek van valós képe a teljes hazai szálláshely szektor forgalmi statisztikai adatairól. Az ENTAK-ba a szálláshelyek naponta online automatikusan küldenek statisztikai információkat, ezzel biztosítva, hogy az adatok teljes körűek, pontosak és garantáltak a rendszerben. A közlemény kitér arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal számára a szálláshelyek önbevallásos módon küldenek adatot, ebből adódóan a KSH által a szállodákról közzétett adatok nem teljes körűek.
Ennek az ellentmondásos helyzetnek vett hamarosan véget az MTÜ és a KSH közötti megállapodás, amelynek eredményeként a szálláshelyek kizárólag az N-tagba küldenek adatot az eddigi online formában, és a későbbiek folyamán a KSH is ezeket fogja használni. Ezzel tovább csökkennek a szálláshelyek adminisztrációs terhei, valós és koherens, a teljes szektorra kiterjedő adatokat publikálhat a KSH is, írja az MTÜ közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!